Influenzától mentes szép napot kívánok mindenkinek. szervusz Jó Hello, Fifika! Sziasztok! Na most az influenzától való mentesség az engem nem annyira érint, meg vagyok fázva. Mint az állatok. A ah, hát jó bulás, fika. Köszönöm szépen. Lejöttem a korról mostanra, de akkor ezek szerint átvetted a stafétabotot. Át-át. Ráadásul Csíkszeredában, Csíkszeredában, Székelyföldön Esik a hó, nem is kicsit, és aránylag hideg van, tehát ilyen mínusz 3-4 fok környékén. Úgyhogy még a medvék is elbújtak ebben az időben. Na de, ujjó, mi történt veled? Velem kérlek szépen. Gyakorlatilag semmi. Ne, ezt nem mond, ezt nem mond Baszki, mert a gyakorlatilag semmit kétszer olvastam. Mit olvastál itt? Uh, meséljünk uh, a gravitáció, a likvid, a villamos megálló, a, a és a nem tudom én mi kapcsolatáról. Jaj, hogy arra gondolsz, áh, ki is ment a fejemből, basszus. Mert, hogy De a majd én idás... emlékeztetlek. Jó, köszönöm szépen. Szóval az történt, hogy a múltkori adás, ugye ami múlt hét sütörtökön zajlott a felvétele, abban szó esett arról, hogy sikerült egy frissen kevert 100 ml-es baraszkot elhagynom. És ez úgy látszik annyira megtetszett nekem, hogy ezt az akciót sikerült megismételnem másnap még egyszer. És hát lekevertem még egy 100 milli barackot, mert azért mégiscsak legyen már nálam elikvid, ha már előző nap elhagytam és jövök haza hegedű óráról, és ugyanúgy a kis kapucnisomnak a zsebébe van, és amikor felszállok a hévre, még előtte a zsebemben volt, mert megtöltöttem az elcigimet, és mire leszálltam a batyányi téren, ma nem volt meg, és nem volt fönn a héven, úgyhogy valahol ott felszállás közben sikerült kiesni a zsebemből megint, sikerült két nap alatt 200 ml frissen kevert finom barackot elveszejtenem. Hát nem, egyszer, tehát én így olvastam, és azt hittem, hogy rosszul látok. Tehát, hogy ezt így élő ember, hogy tudja megcsinálni, hogy ennyi likvidet elhagy így egymá, egymás után ráadásul. Tehát. A probléma az ott kezdődik, ugye, hogy akkor még náthás voltam, és tele volt zsebkendővel a zsebem. És, és nagyon könnyű volt kiesnie. Úgyhogy azóta tanultam, tanultam belőle egyébként, nem teszem zsebre, ez az, az egyik. Másrészt meg visszaálltam a darvra a felszó helyett, mert hogy azért volt mindig a zsebembe, mert hogy drippeltem. Igen, ezt mondjuk a, a sűrűségéből azért így le lehetett venni, hogy, hogy ez nem tankba való. Teljesen jól el van dvarban egyébként, nincsen vele probléma. Csak a hidegre való tekintettel ugye elkezdtem drippelni, de így most már egy ilyen dupla védelmi vonalam nem teszem többet a kardigánom sebébe, hát, és nem drippelek. Uh, Oké, okay, drippelhetné, mert ugye a, a skunker, mint olyan az erre van kitalálva, hogy ne 100 liquid... Uh, nem mozgatott meg sosem. Pedig ugyanaz, mint ha te fognád és csöpegtetnéd a, a cuccot bele. <hül> Na mindegy, hát ez legyen a te problém, magánbejáratú problémád. De ezen kívül mi történt veled? Ezen kívül én esküszöm neked más érdekességem történt velem. Na azért én még tudok egy-két dolgot róla, tehát hogy így jövő hét szerdán ho hova is mész? Nem, hát csütörtökön. Nem az, mi történt csütörtökön. Hogy? Jövő csütörtökön? Igen. Jövő csütörtökön ide jövök. Ide jössz? Akkor, és szerdán? Szerdán, Kraftwerk. Kraftwerk. Já, Én már össze vagyok keveredve ezzel a szerda keresették. csütörtökökkel mindig, hogy éppen mi, melyik az aktuális. Jaj... És, és, valószínűleg életem utolsó Kraftwerk koncertje lesz. Mert miért? Mert már nagyon öregek, és nem jönnek ide túl gyakran. Istenem, hát... De nagyon jók. <laughs> Az egyszer biztos. Úgyhogy nagyon-nagyon várom a jövő hétszerdát. Tudsz még rólam esetleg valami mást, amit én a, tudok, tudok, de azt nem mondom, hát jó. <laughs> mert, akkor... mert úri ember vagyok, és nem beszélek ki mindent. És milyen jó náthás hangod van tényleg. És, és iszonyos, tehát most már még tehát ilyen abszolút uh, jó állapotban vagyok, nem is tudom mikor jöttem ki, vasárnap. Tehát vasárnap konkrétan fél vezettem végig az utat, mert valamelyikből mindig folyt a könyv, és így be volt készítve a százas papír az a zülésre mellettem. De hát, ha jönni kell, akkor jönni kell. Tehát nincs mese, és az volt a röhely, hogy ennek ellenére 7 óra alatt megjártam a az egyébként ilyen 7 és fél 8 órás utat, a határon nem volt senki, fogaras felé jöttem, nyilván nem tudjátok, nem jártok ide heti havi rendszerességgel, de két nagy útvonal van, a Csíkszeredáig az egyik az ilyen nagyvárosokon megy végig, megyes székelyudvarhely, illetve még, hogy is van, már így teljesen betonpula az agyam Segesvár, Segesvár megyes székelyudvarhely és úgy Csíkszereda. És az rengeteg falu közben, tehát tényleg olyan, hogy nem is tudom, 6-7 kilométerre vannak egymástól a falvak. De a kedvencem az a, az, az akcent a Sever és Kopsa Micsa, ami, ami konkrétan egybe van a két falu. Tehát így mész, és már unod marhára, és ki van téve, hogy akcent a Sever vége, és Kopsa Micsa kezdődik, és mész tovább, és végig ilyen 30-as táblák kipakol, borzasztó. És a másik az Fogaras felé van, ott csak Fogaras az, ami nagyváros, és egy idő után meg ezek az apró falvak is már ilyen 20-30 kilométeres etaponként vannak, de az egy picit ilyen elhagyatott rész, viszont marha jó lehet haladni. Csak meg kell satszolnod, hogy, hogy azon a területen vajon el van -e takarítva a hó, vagy nincsen tehát ennyi a, a, dolgod, mert itt a nagyvárosokon keresztül biztos, hogy takarítják az utat, ott azért nem biztos, de takarítva volt marha, jó lehetett haladni rajta, és akkor mondom, így teljesen ledöbbentem, hogy 7 óra hossza alatt meglőttem azt, amit mondom, ilyen hét, Úgyhogy ugyanúgy megálltam, pihentem, ettem, kávéztam, tankoltam, tehát jó volt uh, ilyen szempontból az út. Velem se történt olyan sok minden, mondjuk én nem hagytam el a, a likvideket, én már most uh, ilyen, nem is tudom, milyen etapjaim voltak, tehát nyilván megy ez a címke tervezés, és a, a ehhez kapcsolódó összes ilyen megbeszélés, meg hogy mennyi mindenre figyelnek, amikor egy ilyen storyt valaki hivatalból csinál meg, vagy hát nyilván hozzáértő ember, is. és folyamatosan azon rágja a fület, hogy de ez az, ez, ez ide, ez a mondat, ez nem lehetne kettő szóval rövidebb, és így nem is tudom, tehát ilyen, ilyen hihetetlen módon kezdjük a, a szöveget górcsi alá venni, hogy minél kevesebb legyen, de nyilván a, a, hivatalos tartalomnak megfelelő dolgok rákerüljenek, mert ugye ők meg fölletet akarnak felszabadítani a címkén lévő grafikának. Nehezen megy, de, de úgy néz ki, hogy péntekre már lesz egy ilyen, ilyen elő, tervünk, amiből már ki fogunk tudni indulni. Előgondolkodunk. Előgondolkodunk, de kegyetlenül, és ugye ilyenkor jönnek mindig elő azok a fasságok, amik, amik a törvényben benne vannak. Tehát az, az egyik kedvencem ez a figyelmeztető fölírat, ami a két legnagyobb fölött 30%-án kell, hogy legyen. Erre emlékszel a törvényből, gondolom. Uh -huh. A törvény ebben az esetben nem intézkedik arról, hogy ez keretben legyen i vagy ne. Tehát nyilván te így betippelnéd, hogy akkor nem teszed keretbe, mert hogy semmit nem ír erről. És ugye addig nézegetem. Akkor, akkor jó ötletnek tűnik. Igen, így elsőre jó ötletnek tűnik, hogy akkor azzal a csúnya fekete kerettel nem rondítod el a. A, csak a föliratot rakod oda. Igen, csak a 30 ot akkor hogyan fogod megmérni? <laughs> Ugye? Ez a, ez a... És jobb hajlébe mész ennek a történetnek, és fogsz egy kurva fekete keretet, és körbe rajzolod. Mert akkor mondhatod, hogy a 30% az ugye keret szélétől keret tart, és nincs belőle vita. De hogyha oda csak egy fehér flekre kiteszel egy fekete helvetik a betű típussal, természetesen, kiírt egészségügyi figyelmeztető mondatot, akkor akkor az teljesen önkényes, hogy betűtől betűig mérik, tehát érted, vagy, vagy mi számít nekik területnek, úgyhogy mondtam, hogy nem, ezt így, ezt így most hagyjuk, és megrajzoljuk azt a kurva keretet, mert mert az a biztos. Na, szóval ilyen kis, tényleg ilyen nüansznyi dolgok, amin így az ember még 25-ögyére is átrágja magát. Na, nem egyszerű, nem egyszerű. De próbálunk elébe menni a másik, más előgondolkodók büntetés fejlesztő képességeinek. Hát szerintem ennyi. Tehát tényleg most... Ja, és hát a, nyilván készítem fel a weboldalt a, a nyitásra, de ettől még senki ne kezdjen el vigyorogni, mert fú, még rengeteg dolog kell hozzá, hogy ez ez működjön. Nem a technikai, hanem a, az egyéb föltételek, például, hogy a címkék meg legyenek, És hát dolgozunk ezzel rá. Igen, azt mondtad múltkor is, hogy ez nem mostanában lesz azért. Nem, nem, én remélem, hogy amikor eljövök, akkor már uh, uh, tudunk nyitni, de na, nem, nem akarom így, tudod, az, az ember mind, mindig így gondolkozik, á, ah, így, úgy, amúgy, és akkor egyszer csak valami, de tényleg valami tök bagatel dolog megállítja az egészet, mert ú, bakker ez még nincs meg, vagy erre nem gondoltunk, vagy akármi, úgyhogy inkább nem mondok semmit, de azért most már így az a alagút végén látszik a fény, tehát ezzel nincs probléma, de mással meg aztán rengeteg van, és még úgy is eszedbe fog jutni menet közben, hogy veled mi történt, és még lehet, hogy nekem is fog eszembe jutni egy-két dolog. hogy csapjunk bele a lecsóba. Csapjunk bele a lecsóba. Első témánk, egyben az utolsó is, bizonyos tekintetben. Szingapurban ugyanis egy Tavaly novemberi törvény módosítás jogerőre emelkedett, és gyakorlatilag tokkal, vonóval betiltották az elektromos cigaretta használatot a Szingapurban. Nem a forgalmazás, nem a forgalmazás, szabályozták, ismétlem, betiltották a birtoklást és a használatot. Azért ez, tehát ha megnézed a, a világban elektromos cigarettával kapcsolatban a végleteket, Hát az, ez tényleg. Nem tudom, Szingapurban ki az előgondolkodó, de ez nincs rá példa, ha jó gondolom. Nem szeretnék, nincs rá példa, igen. És a, az érvelés az a szokásos, a dohányzás denormalizálása. Nem szeretnék, hogy a fiatalok rászokjanak a dohányzásra, ezért betiltják az elektromos cigarettát. Hozzáteszem természetesen dohánytermékeket, cigarettát. Nyugodtan Te, lehet, lehet Így van. Így van. Tehát most jön a, a szakmai kihívás, hogy olyan elektromos, igen, olyan elektromos cigarettát ö, készíteni Szingapúr számára, amely a megszólalásig hasonlít az igazi cigarettára, és akkor így nem fognak baszogatni. Egészen elképesztő. És gondolom, hogy ö, ott is létezik a heat not burn, mint kategória, és azzal semmi problémájuk nincsen. Ezt látod, nem tudom. Hát, na, ez egy érdekes dolog. Nyilván Szingapurban nem annyira szignifikáns a, a fölhasználói közösség, vagy én nem tudom, tehát tényleg semmi hírem Szingapúrról azon kívül, hogy a maga a hír az nem is tudom, talán két hete ért el hozzám, illetve erről a törvénytervezetről szerintem mi már beszéltünk egyszer is, hogy Szingapúrban mi várható. De, de tényleg példanélkül álló a, a világon egy ilyesfajta tiltás. <kül> Mondjuk lehet, hogy törvényalkotói szempontból meg ez volt az egyszerűbb nekik. Nem kell semmilyen szabályt megírni, egy szabály van be van tiltva, csókolom. Na jó, de hát érted? Tehát... Hát hahogy ne érteném, de hát te, te is érted az ő problémát. Egyébként is a szingapúri egy nagyon bonyolult írás és nyelv. Gondolom ez volt az, ami így sokat, emlékszel erre a viccre, amikor a, ez még a, a rendszerbe történt, és most tényleg elnézést kérek az összes rendőrtől, hogy a két rendőr helyszínel, és a fickónak levágta a vonat a fejét a folyóparton. És akkor írják a jegyzőkönyvet, és azt ugye, Mit írjak főtörzs? Hát írt, hogy a levágott feje itt hever a folyóparton. És a folyópart az pontos, J vagy elipszilonos. os Így ránéz a főtörzs, belerúg a fejbe, az begurul a zárokba. Na jó, akkor írd azt, hogy a az zárokban. Na hát. Jó, jó, nagyjából ilyen volt a szingapúri törvénykezés is szerintem. Ah. De hogy ne csak ilyen szomorú hírekkel jöjjünk, hogyha mondjuk úgy alakulna Szingapurba, hogy börtönbe zárnák az e-cigarettásokat, ráadásul egy angol börtönbe a Manszigeten, akkor sokkal-sokkal jobb helyzetbe keverednének, mint otthon. Ugyanis a tavalyi évben képzeljétek el, hogy egy elcigi próba időszak, egy elcigi trial Zajlódott le, és a, a börtönben eredendően 2008-ban teljesen betiltották a dohányzást, és azóta nikotin-pótló terápiás ö, készítményekhez biztosítottak csak hozzáférést a, a bentlakók számára, de a tavalyi évben, lévén Anglia, a tavalyi évben ö, kipróbálták, hogy milyen hatása van a a börtön lakók az elítéltek életére, hogyha engedélyezik számukra az elektromos cigaretta használatot. És az lett a végeredmény, képzeljétek el, hogy a megróások száma az 58%-kal visszaesett, és 42%-kal visszaesett az illegális cigaretta birtoklás. És nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült ez az egész történet, és azt számolják, hogy így, hogy mindenki szabadon elcigarettázhat a börtönben, aki csak szeretne, egy ö, évente körülbelül 8 fél ezer fontot tudnak megspórolni, mert hogy ennyivel kevesebb nikotinpótlóterápiás eszközre van szükség. És azt is írják még, hogy miután 2008-ban betiltották a a cigarettázást a börtönben, természetesen nagyon találékonyak voltak a, oh, a, a úgyhogy teás zacskóból, banánhéjból és a mindenféle hasonló dolgokból készítettek műcigarettákat, amit aztán a nikotinpótló terápiás termékekből kinyert nikotinnal, yes. abból kiáztatott nikotinnal mixelték össze. Úgyhogy igen. Egyszer hallottam egy interjút egy ilyen börtönlakó, valaki hihetetlen barkács tehetséggel áldott meg a jó isten és ezt a szerencsétlent mindig azért ültették, vagy nem ültették, hanem nyilván börtönbe ültem, hanem mindig azért kapott még pluszba büntetést, mert állandóan a rádiókat exkábált, és a börtönbe abban az időben tiltva volt a, a, rádió, és ez mindenből, tehát érted, kapott egy, egy darab részhozalt, az már rádiót csinált belőle, elképesztő volt a, az űrge, és tehát tényleg hihetetlen találékonyak a, az emberek, amikor erre idejük van, ráadásul még, hogy gondolkodjanak is rajta, úgyhogy ez tényleg egy ilyen üdvözlendő dolog. Csak ez ne ugye visszajára üssön, tudod, hogy összekapcsolják a, az e-cigarettát és a börtönlétet, és tudod, néz, ma ott egy börtön tölti, gőzöl az utcán, biztos ott tanulta. Hát ahogy ugye a múltkor valami, megint valami elképesztő nagyeszű kutatás kihozta, hogy parti erőszakhoz kapu a. Az e-cigaretta? Már ezek neki van. még egyszer. Nem, nem rémlik. Volt Ez valami elbaszott, szokásos, ilyen amcsi, teljesen agyament konklúziókra jutó, és hogy a, a, a az elektromos szigaretta használat valószínűséb, valószínűbbé teszi, hogy a használója később bulikon nem ilyen erőszakot fog elkövetni. Valami ilyen, ilyen volt a, ilyen volt a konklúzió. Ez, ez, úgy, azért... Úgy, úgy így vigyáz, Fifika, így vigyáz. Igen, igen. Ez azért uh, aránylag a, a borzasztó kategória, tehát nem is értem, hogy, hogy a picsába lehet erre a következtetésre jutni. Ez olyan, mint a műkorcsolyázók rosszabbul főznek. Mint a, nem tudom én, mint a súlyemelők, érted? Vagy... tehát brutális, na. De hát aránylag szürreális világban élünk. Úgyhogy én most, most ide beszúrnám a, a, az ehhez az adáshoz rendelt a, politikai trippünket. Ha már a birkózóknál tartunk. Ha már a birkózóknál tartunk, igen, igen, igen. Nem tudom, hallottad ezt a német szilárd interjút. Bár én szerencsés voltam, és lemaradtam erről a történetről. Bár egy rövidvágott verziót azért sikerült neked ebből bemutatni. De hogy, hogy tehát a szürrealitásnak tényleg már olyan magasságaiban járunk, ami valami elképesztő. Ha én így visszaemlékszek erre a az egész soros kampányra, akkor uh, mielőtt ők elkezdték a, a, soros kampányt, tényleg csak ilyen mindenféle ilyen szélsőséges, neonáci, meg ilyen zsidógyűlölő oldalakon lehetett ezt a kvázi ilyen suttogó propagandát hallani, hogy a soros izé tönkretette a a tőzsdét, meg a világot, meg a zsebébe van, meg tudod, van ez a, a világ tíz vezetően. Tehát ezek ilyen teljesen agyament. A uh, vagy, vagy a háttérhatalom. stb. stb. És soha nem gondoltam volna azt, hogy ebből egyszer hivatalos magyarországi politikai álláspont lesz a háttérhatalomból és a, a sorosféle e, ilyen össze e, nem is tudom összefüggések hogyan fognak bekerülni a, a, napi politikába, és amikor legelőször ezt hallottam, egyből ez ugrott be nekem, hogy úristen mi ez a, ez fasság, hát ezek elhiszik amit itt a mindenféle összeesküvés gyártó oldalak összehordalak, és ezt kiderült, hogy nem, hát ők ezt véresen komolyan gondolják. De ezzel már túl vagyunk, tehát, és német Szilárd most már így csípőből nyomja ezt a dolgot, és a legsiralmasabb az volt, amikor a, az újságíró megkérdezte, hogy hát mit szól ahhoz, hogy az EON olcsóbban adja a gázt, mint ahogy ez a rezsicsökkentett árban szerepel, és csípőből azt mondta, hogy az EON-nak azt üzeni, hogy hátra az agyarakkal, és hogy szálljon ki a, a, párt politikai, nem tudom én miből, és konkrétan főszólította az eu hogy adja ugyanannyira gázt, mint amennyire ők azt uh, rezsicsökkentő harcukban megállapították. Ne, tényleg nem tudom, hogy, hogy hova lehet tovább Ézpontó. ezt a dolgot fokozni, és a legsiralmasabb, a legsiralmasabb az, hogy az EU-n a másnap kéztördelve, és hát gyakorlatilag ők ezt a, azoknak a, az embereknek ajánlották, akiknek már akkora a fogyasztása, mintha egy kis vállalkozók lennének, és ezt hát nem is gondoltuk ezt annyira komolyan, tehát Jézus Mária! Tehát hihetetlen! Hihetetlen! Úgy, és most döbbentem rá, hogy konkrétan Nekünk a piacgazdasághoz aztán most már lassan semmi közünk nincsen. Ha, nem, nagyon. Tehát ez, ami itt folyik ma a Magyarországon, ez a cselédgazdaság, ez az urambátyám rendszer, ez a gentri világ újraépítése, ez ez kiveri a biztosítékot nálam. Tehát én kész vagyok, és mindenkit és mi arra fogok... Mind? Arra, hát... Igen, tehát még igazán be se indult a, a kampány. Nyilvánvalóan mindenki mindennel meg lesz gyanúsítva. Főleg azzal, hogy kerítést akar bontani, hogy Soros Bérenc, hogy a háttérhatalom lakája, vagy tehát biztos lesznek új kifejezések egyébként semmi kétségem afelől, hogy, hogy ez a szürrealitásnak ebből a bugyrából még át fogunk menni egy még, még inkább bugyorba. De én mindenkit arra fogok buzdítani, hogy menjen el szavazni. Tehát minél többen vagyunk, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy, hogy nem lesz meg a, a kétharmad. És mindenkit fogunk arra emlékeztetni, hogy ki volt az, aki kiállt az elektromos cigaretta ügye mellett, és ki volt az, aki pedig folyamatosan keresztbe tett nékünk. Amen. Illetve függővé minket. Mondom, függővé minket. Függővé minket. Igen, ezt te föl a múltkor, hogy, Igen. hogy beszélhetnénk valamikor a, a függőségről, mint olyanról, és már nem emlékszem a kontextusra, csak arra emlékszem, hogy én itt meg is nyitottam a definícióját a dolognak, mert ez egy elég érdekes kérdés. Mert ugye röffel végel azzal csesztetnek minket, illetve nem minket, hanem a nikotint, hogy a nikotin az függőséget okozó anyag, és ez borzalmas, és, 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 és ez nem jó, és ez nagyon rossz. És ezt már egyszer-kétszer szóba. És jött ez annak idején, meg már én is beszéltem róla, hogy alapvetően a függőség, mint olyan, az az ég a világon semmi baj nincsen, mert rengetegféle függőség létezik, tehát önmagában az, hogy egy anyag függőséget okoz, a igen, és mi van akkor? Függőséget okoznak a, van egy kedvenc íród, az egy függőség, hogyha van egy kedvenc zenekarod, akinek elmész a koncertjeire, amikor csak tudsz. Az is egy függőség függőség a, a, kedvenc étel, a mindenféle függőség van a pároddal kialakul. Tehát így önmagában alapvetően a függőség, mint olyan, az így mi a baj vele? És elkezdtem nézeget. Mondjad, Fifika. Nem, mondjad, mondjad, mert kíváncsi vagyok, hogy hova akarsz kiukadni. És Megnéztem most így hirtelen ötlettől vezérelve, mennyire a függőség definícióját, és hogy annyira gyönyörűen, élesen elhatárolják, hogy van a függőség, ami gyakorlatilag bármi lehet, és létezik a kóros szenvedély, más néven a szenvedélybetegség, ami a függőségnek egy olyan formája, amely vagy neked, vagy a környezetednek egyértelmű hátrányt okoz. És hogy az egyszerű nikotinfüggőség. Még hogyha egyáltalán beszélünk is önmagában a nikotin függőségről, a speciál nem ez, mint tudjuk. Igen. Uh, van egy uh, nem összeesküvés elmélet, mert maga a, a történet az igaz. De a függőség definíciójának változása az, ami érdekes, többek között ebben a, az összefüggésben, amiről most beszélni fogunk. A 60-as évekig a függőség az vonatkozott minden olyan szerre, tehát nem csak a drogokra, ami, ami tényleg függővé tesz, az azt jelenti, hogy napi szinten szükséged van rá, minden nap Élni kell vele, és hogyha nem élsz vele, akkor rosszul érzed magad. A most a 60-as években, amikor a dohányzás elleni harc megindult, akkor egyszer csak megváltoztatták a függőség definícióját, és bekerült egy ordas mondat a függőség definíciójába, mégpedig az, hogy élvezeti szernek vagy cikknek kell lennie annak, ami függőséget vált ki. És ez marha jó jött, mert ugye ide tartozik az alkohol, a drog, a nikotin, tehát a dohányzás, ugye ezek mind élvezeti cikkek, viszont egy valami kikerül a függőség definíciója alól, na micsoda? A gyógyszerek. Bizony. Tehát az, az első ordas nagy kamu a függőséggel kapcsolatban, az az, hogy kikerül a függőség definíciója alól a gyógyszer. És ezután a gyógyszeripar, mint a függőséget, a függőségből való kigyógyulás segítő oldal, ez így nagyon tisztán elkerült ebből a, a körből, hogy ők aztán természetesen nem gyártanak olyan szereket, ami függőséget alakít ki. Csak éppen a 60-as évek óta a napjainkig, nem tudom, hivatalosan is, tehát általuk is elismert, tíz egy néhány olyan nyugtatót, fájdalomcsillapítót tudunk a gyógyszeripar történetébe, aminek már a forgalmazását is megszüntették, mert definiáltan függőséget váltott ki, amit aztán marha nehéz volt kezelni, illetve ki lehetett váltani, Más hasonló típusú szerrel, de mondjuk olyannal, aminek az addikciója kisebb, vagy hát szerintük nem létezik. De de ezt a, az egész függőséghez való hozzáállásunkat nagyon jól mutatja a gyógyszeripar és a, a függőség definíciójának változása. És amikor arról beszélünk egyébként, hogy a gyógyszeripar azért támadja az elektromos cigarettát, mert hogy veszélyeztetjük a tapaszt és a nikotinpótló terápiákat, akkor ez is egy orvos nagy marhasága részünkről, mert nem, 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 ez a gyógyszeripar elektromos cigarettával no, szembenállás, vagyok, mert ez szembenállásának a fő célja. Ugyanis a, a, gyógyszeriparnak, és ezt valaki megnézi a WHO hosszútávú távú terveit, akkor azt szerepel, hogy a, a hagyományos dohánytermékeket Ugye előbb-utóbb lehet, hogy be fognak ide kerülni a nem annyira hagyományos, illetve a nem égő dohánytermékek is, de most jelen pillanatban arról van szó, hogy az éghető dohánytermékeket teljesen ki akarják szabályozni a piacról. Ezt nyilván érzi a dohányipar is, és ugye ilyenkor dől meg az az összefüggés elméletünk, hogy hogy a dohányipar és a gyógyszeripar között ez a, az óriási összefüggés, hogy ez az húz megerezd meg, és ez ugye a, az a sokat emlegetett, a, a, nem jut eszembe, láthás is vagyok, mondjad már melyik filmet vetítettük díszbemutatón? A Billion Lives-t. A Billion lives, a Billion lives is előjön ez a Téma, és ott nagyon szépen levezeti ezt, de ha megszűnik a dohány ö, hagyományos formája, akkor a nikotinterápiás eszközök piaca nyilvánvalóan szintén. És az igazi nagy összefüggés, tehát a, ha most ilyen soros és a háttérhatalom vonatkozásában akarom ezt összerakni, akkor az igazi nagy összefüggés nem ez, hanem az, hogy a nikotin stresszoldó és nyugtató hatását gyógyszerek fogják helyettesíteni. És az nyilván a gyógyszeriparnak nagyságrendekkel nagyobb üzlet, mint, mint a nikotinpótló terápiáknak a, a piaca. Ráadásul az ugye egy ilyen jó kiszámítható piac, január-februárban megy, aztán tíz hónapig csendben van, illetve nyilván nagyon pici forgalom a bír. A nikotinnak az egyik jótékony hatása, az egyébként sok jótékony hatása között, hogy stresszoldó, nyugtató, egyfajta lazító hatása van, miközben nem tompít el. Ez azért nagyon fontos hozzátennünk. És erről is beszéltünk már sokat, önmagában a nikotinfogyasztás, tehát ha nem éghető dohánytermékben veszed magadhoz a terméket, nem olyan addiktív, mint ami ennek az, az cigarettát tartják. Lásd elektromos cigaretta, mert aki abba hagyta elektromos cigarettával a a nikotinfogyasztás, tehát a végén nullásra tért át, vagy bármire, annak semmilyen tünete nem, nem, nemhogy valamilyen, hanem semmilyen tünete nem volt a megvonás miatt, míg a sima cigarettáról való egyből le, le, lejössz róla, illetve abba hagyod a, a dohányzást, annak azért nagyon komoly tünetei szoktak lenni. De szerintem ezt is beszéltük már, hogy egész más a főszívódás, illetve biztos, hogy az égés termékek oxigén elvonó hatása, illetve a különféle adalékanyagok, a különféle amik, a azok, amik a nagyon súlyos hozzájárulnak a, az a adikcióhoz. Így van, tehát na, és akkor most ebben az összefüggésben tovább beszéltjük megint a, a függőséget és a szenvedély betegséget. Szerintem egyébként nem olyan éles a határa a betegség és a függőség között, én azt Miért? gondolom. Mert, mert az, a, a cigaretta használatnak az én definícióm szerint két, és ezt, ezt el is szokták mondani egyébként, két, hogy is mondjam, aspektusa van. Az egyik az a, az a, nikotin utáni vágy, a rágyújtás utáni vágy, a másik pedig a hozzátartozó szertartás. És a hozzátartozó szertartás az, az már szerintem a szenvedélybetegség kategória, míg a, a nikotin utáni vágy az pedig a függőség kategóriája de javíts ki, hogyha ezt nem így látod. Én ezt jóval elkülönültebbnek érzem, mert amennyiben a függőség sem a fogyasztójának, sem a környezetének nem okoz semmiféle kárt, akkor azzal a függőséggel gyakorlatilag sem egészségügyi, sem társadalmi szempontból semmiféle probléma nincsen. Következésképpen senkinek semmi köze hozzá az ég a világon. És mondok egy Hülye példát, ott van például az inzulinfüggőség. Muszáj? Okay. Nem tudsz Tehát... nélkül élni, de gyakorlatilag azt tart életben. És Igen, óriási de különbség. A 60-as a... évek után az, az kiesik a függőség definíciójából, miután az nem élvezeti szer. De én leszorom a 60-as A definícióját. Hát jó józanész is létezik a világon, illetve hát kéne, hogy létezzen a világon. Nem, aztán, nem, nem létezik, Lá, Ez nap, mint nap szembesülünk vele, hogy ez nem létezik. De ugye <coughs> a dohányzás, mint szenvedélybetegség, és mint a vele kapcsolatos nikotinfüggőség is azért okoz problémát, mert át egy, a fogyasztója kinyírja magát, át kettő, a környezetét is. Károsítja valamilyen mértékben, és irgalmatlan károkat okoz a, a, a társadalomnak. Úgyhogy igen, ez egy problémás szenvedélybetegség, hasonló, amit azért általában szoktunk megemlíteni itt a szekérderék alkoholista országában. Az alkoholizmus, ami az. Azért... Ami egyébként nem tudom mennyire vetted észre, de manapság nem divat. Hát Moment, tudjuk, sem. hogy van, tudjuk, hogy van, de annyira nem érdekel minket. Nem, az ellen nem kell küzdeni. Igen. Az nem, ellen nem kell, egy... kell, igen, igen. Visszatérve még a, az előző mondatodhoz, hogy soha senki nem fizeti meg olyan módon, és uh, annyira nem finanszírozza a saját betegségének a végső stádiumát, mint egy dohányos. Tehát az összes függőséges... Uh, Betegség. Ugye a kábítószer fogyasztónak, a kábítószer fogyasztása, az nem jelenik meg az állami bevételben. A, az alkoholistának az alkoholfogyasztása az részben nagyjából megjelenik a, az állami kasszában, de én szerintem a, a plusz befizetései, ugye itt gondoljunk a a zárjegyes és mindenféle az alkoholhoz köthető adónemekre. Nem, nem olyan mértékben jelennek meg pluszbevételként, mint amennyire egy időt alkoholista gondozása kerül a rendszerben. A dohányos az, az, aki iszonyú keményen megfizeti a különböző ö, rákirót adók formájában ezt a bevétet, és most már ide sorolhatjuk a, az elektromos cigaretta használókat is, ugye? Igen. Ja. És összemérhetetlenül többet fizet be a kasszába, mint amennyiben majd a dohányzás kapcsán kialakult ö, tüdőrák és akármilyen betegségének a kezelése kerül majd. Tehát, hogyha ezt ilyen személyes kasszában tartanák ezeket a pénzeket, hogy kis Pista vett két liter alkoholt, meg vesz naponta két doboz cigit, vagy három naponta tíz millilikvidet, és mit fizet be utána az állami kasszában, akkor itt minden dohányost, minden elcigarettást érted, egy ilyen Hilton lakosztályhoz hasonló kórházban kéne kezelni. De, ezt, de és, és ezt most halálkom olyan mondom, mert mert, engem például iszonyatosan dühít az a fajta hozzáállása a betegségekhez, hogy az alkohollal kapcsolatban összekacsintunk, és ez egy jó pofa dolog, ha be vagy baszva, és összehánysz mindent, és még mondjuk le is csavasz egy-két pofont otthon az asszonynak, az meg egy óriási... Ö probléma, hogyha mondjuk dohányzással kapcsolatos betegséggel bekerülsz egy tüdőgondozóba, és azt fogják mondani, hogy neked nem adnak oxigént, baszki, mert te dohányoztál, éld meg a fulladás élményét. Tehát egyszerűen egyszerűen ez a józan parasztiész diktálná ezt a fajta hozzáállást, de nem ilyen a hozzáállásunk. <kül> Na, ennyi. Tehát most egy picit így kiakadtam erre a, az egész dologra. Jó tetted. No. Visszatérve a, a függőségre és a szenvedélybetegségre, majd egyszer, de ne így legyen, bár nekem az ilyen jóslataim szállóigévé fogtak, szoktak válni, mint a spájzoljatok, spájzoljatok, spájzoljatok. Majd egyszer ö, magyar előgondolkodók meg fogják állapítani, hogy az, aki a kazánt teker, meg vattát húzogat, az tulajdonképpen szenvedélybeteg. Érted? Hát ez baszki két naponta csinál ilyen marhaságokat. Érted? Az már függőség. El, elveszi az időt a családjától, ha vagy vasárnap nem megy templomba, mert inkább megtekeri a készülékét. Tehát az én a ezek érdekes összefüggések. Nem beszélve arról, hogy amikor fölhívod a mi ez a letámo, vagy letámogatást? <laughs> <így> vagyok. Letámogatás. <laughs> a leszokást segítő központ telefonszámát az meg hónapok óta nem él. Tehát, na, gratulálunk. Ennyi beköthették volna hozzám is őket. Sikertörténet, ennyi. Igen, mint ahogy egyébként minden sikertörténet nálunk. Na de, képzeld el, hogy Csíkszered a fölkerült a mikrobiológiai térképre. Tehát én, én ennek annyira örültem ennek a cikknek. csik? A jég alól előtörtek hát, a ezer oh. évvel ezelőtt kihaltnak hit mamut tetemben tegyésző kórokozók? Ugye azt kell tudni, hogy Csíkszeredában van egy szapiencia, ami egyetemet jelent egyébként. Tehát egyetemi képzés folyik a városban. Nekem ez egyébként így folyamatosan a, a megdöbbenés helye, Csikszereda és itt a, a, Székelyföld, mert olyan embert nem tudsz mondani, akit ne lehetne innen előrángatni, rángatni. Lásd, viszkis. <laughs> Ugye? <gül> és itt a Csikszeredai Egyetem mikrobiológusai gondoltak egyet, és már régóta, tudod, ez a, régóta meg akartam már tudni, hogy ha gyerek eszik a hóból, akkor mi, mi baja lehet. És végeztek egy ilyen uh, uh, tanulmányt, egy stedit, amiben uh, ez volt a kérdés, hogy vajon a hóban milyen uh, mikrobák uh, vannak, ártalmas-e az rád nézve, nem ártalmas, mi történik, ha a gyerek eszik a hóból, stb. Az eszkimó azt tudja, hogy a sárga hóból nem eszik a, az iglu mögött mennyire mennyire a népi igen igen tehát hogy mennyire ö, veszélyes ez a ez a hóevés dolog és ö, csináltak egy ö, ilyen tanulmányt amiben ö, hát gyakorlatilag ö, az derült ki hogy bizony nem veszélytelen a a hóevés, mint ö, mint olyan, és és ez a jó ember, aki a kutatást vezette, az a végén ugye meg kellett mondani, hogy na, most akkor mi lesz a. a hóevéssel, és ő azt írta, hogy a játszótéren tapasztaltakból kiindulva, a vizsgálat tervezésekor apaként és mikrobiológusként az volt a fő kérdésem, hogy a gyerekek nyugodtan megehetik-e a havat. A mikrobiológiai vizsgálatok alapján a kérdésre a válaszom az, hogy nem tiltanám meg, hogy a gyerekek megkóstolják a havat, de ezt csak frissen hullott, vagy fél napnál nem régebbi hó esetében támogatnám jó ezt tudni egyébként. Ugye én most már gyakorló nagyapaként, de hát még itt vannak nálunk sokkal fiatalabbak. Úgyhogy nem olyan nagy baj, ha eszik a, a gyerek a hóból, de nem mindegy, hogy mikor az a hó, és a színére azért még a népi bölcsesség Miatt is figyeljünk oda. De a lényeg az, hogy minél régebbi a, a hó, annál több benne a baktérium és a gomba, de még a frissen esett hó sem feltétlenül mentes ezektől. Tehát friss hóban is találtak a baktériumot, illetve gombát, de nyilván ott még nem szaporodott fel olyan mértékben, hogy ez káros lenne. Egyébként, tehát, ugye ez egy abszolút korrekt vizsgálat volt. Tehát ilyen adatokat tudhatsz meg belőle, hogy 6,15 liter hó elolvadásából kapsz 1 liter hólevet. Az az egy marék elfogyasztása, az ugye annak csak a, a hatod része vízben mérve, és jóval kevesebb, mint, mint azt a tömegéből gondolnád, ezért aztán nem is annyira ártalmas. Tehát, <coughs> mint tudjuk, egy, né, mint egy négy kiló koszt meg kell lenni egy gyereknek a gyermekkora idejében, hogy a, az immunrendszere jó működjön, tehát hajrá, kóstolgatni lehet a, a friss havat. Úgyhogy büszke vagyok, hogy kis második otthonom Csíkszereda ilyen kutatással bekerült az újságok cím oldalára. Fölkerült a térképre teljesen. F fölkerült, nem csak, nem medve támadás van. Na, ezt szerettem volna mondani. Mit szólsz, Krisztián? Vége lett a sorozatunknak. Hát most várni kell megint egy évet. Egy picit kevesebb, mint egy évet. 2019 a következő etap. És a trónok harca is hasonlóan kurva hosszú idő múlva fog folytatódni, úgyhogy nem tudom, mit fogok csinálni ebben. Engem a... meglepett a fordulat egyébként a végén. Igen, ez ilyen. Star trek volt nagyon. Tehát ez a... Erkölcsileg nem támogatható az, hogy a kipusztíts egy bolygót, de... De így elfogadtad, hogy nincs más lehetőség. Így van. És a, a csajnak megtámadt egy más lehetőségre ötlete, és ezt át is vitte. És így nem kellett uh, erkölcsileg uh, megkérdőjelezhetőnek lennie a, a flottának. Tehát, na, én egyébként sejtettem ott már, amikor uh, erről elkezdtek beszélni, hogy uh, mi lesz, hogy uh, biztos, hogy nem úgy lesz, ahogy ezt így kitalálták. Tehát most annélkül, hogy spoilereznénk a, a történetből, Mindenki nézze meg, aki eddig figyelemmel kísért ezt az igazára megsorozatot. Jó story. Még megmondom őszintén, nem volt időm, hogy megnézzem a Star Trek enciklopédiába, hogy hogy is volt ez annak idején a klingonokkal, hogy ott hogy szerepele a, a klingon és a, a flotta kapcsolata hogyan kezdődött, de gyanítom, hogy ez nincs benne. Ez a konfliktus. Úgy újraírhatják a történelem könyveket ott is. Valószínű kiegészítik majd, vagy nem tudom, tényleg meg kell néznem, hogy mi volt. Én úgy emlékszem, hogy a, a, a még a, a régi a Star Trek a volt talán az a, az eredendő konfliktusról Uh, valamiféle megjegyzés, úgyhogy tényleg meg kell néznem, hogy mi ez a... Még a végén kibogozod, a, és nem is lesz annyira non-kanon. Annyira non-kanonizált non ez a történet, igen. Hétvégén választások lesznek, még egy ilyen kis uh, politikai etat, tehát így le fog külni a, a tévé elé, és megnézem, hogy hódmezővásárhelyen hogy teljesít a. De milyen választások lesznek? Hát időközi ja, választások. Ja, ja. És ez ugye azért érdekes, mert Hódmezővásárhely az ugye Lázárvárosa, hozzánk közel van, tehát én aránylag azért így első kézből is, ismerem a várost, meg első kézből tudok egy csomó dolgot róla. És ott most ugye nem Lázár indul a polgármesteri székért, hanem valaki, Fideszes, illetve van egy független jelölt, aki egy nagyon belevaló tökös, és konkrétan erkölcsileg fedhetetlen ember, és az ő, nem is tudom, a háborúját néztem idáig, végig, hogy milyen módszerekkel és milyen szinten akarták besározni, illetve félreállítani. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy a vásárhelyek hogyan fognak dönteni. Ugye egy választás az mindig egy közösség döntése. És hogy milyen eredmények születnek, mert mindenki azt vizionálja, hogy ez lesz gyakorlatilag a, az országos választásoknak egy ilyen, nem is tudom, barométere. Hogy ami vásárhelyen fog történni, az az, az egész országra így ki fog egy kicsit hatni. Meglátjuk. Úgyhogy jövő csütörtökön, ha jól vettem ki a szavaidból, Jövő hét csütörtökön -e már okos, okosabbak leszünk, mert ugye szerdán kraftwerk koncert. Nem tudom, neked van -e esetleg valami sorozat, ötleted? Nincsen más. Az hát akkor ez egy nagyon kívül. nagyon frappás egyórás adást sikerült össze Lapátolnunk itt a havazásban, ugye én mondhatom, nem tudom, nálatok esik-e a... Hát ez a havas eső. Havas eső, azt nap. nem kell lapátolni. Tehát ebből a szempontból uh, nincsen probléma. Szeretném még megköszönni a támogatóinknak a kitartó támogatásokat, mert ugye ezen van egyébként a lényeg, hogy ez egy kitartó támogatás hónapról hónapra gondolnak ránk, illetve Csárlinak az utómunkákat és a, az egész uh, uh, dologban való részvételét. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a sónóczt, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Van még egy dolog, és, ami... bizony. és bizony, neked mi jutott eszedbe? Nekem Debrecen jutott eszembe. Na, oké. Okay. Kettő van. Kettő van, kettő van, és akkor beszéljünk most Debrecenről. Egyrészt a Debreceni kutatásnak akkor van értelme, de majd ehhez te is hozzáteszed a, a magadét. Tehát a debreceni kutatásnak akkor van értelme, ha minél nagyobb számú minta van. És a mostani mintaszámból az tűnik ki, hogy még mindig várunk embereket a debreceni kutatással kapcsolatos vizsgálatokra. Egyszerűen azért, mert... Kell egyfajta statisztikai mennyiség ahhoz, hogy a, az abból levont következtetések nemzetközi összehasonlításban megállják a helyüket. Gyakorlatilag egyszerűsítve, hogy a szakma elfogadja. <haz> igen, igen. És ha ha nem ütjük át ezt a küszöböt, akkor. Uh... Akkor gyakorlatilag adtunk a szarnak egy pofont, és akik eddig feláldozták a szabadidejüket és a, a tüdejüket, persze ez így nagyon hülyén hangzik, mert nyilván semmiféle hátrány a tüdejüket nem érinti azzal, hogy elmennek erre a vizsgálatra, de akik eddig ezt megtették, azoknak gyakorlatilag teljesen fölösleges volt. Megtenniük ezt, és mindenkit arra kérünk, még egyszer hangsúlyozottan, ha te nem tudsz eljönni, akkor is buzdítsd a, a körülötted élő e cigarettásokat, és tegyünk félre mindenféle uh, személyes, uh, nem is tudom, rosszallást és uh, facebookos trólkodást és lehet, hogy már tele van a hócipője mindenkinek debrecenne, de értsétek meg, hogy ezt addig kell tónunk, amíg nem lesz egy szignifikánsan mérhető, mennyiségű vizsgálati anyag. Legalább, hogy is mondjam, tehát ennyit kell tudnia ennek a közösségnek, hogy ezt a mennyiségű mintaszámot összetudjuk tenni. Záros határidőn belül ez azt jelenti, hogy két-három hónap. És két-három hónap alatt biztos vagyok benne, hogy mindenkinek lesz olyan időpont, ami megfelel neki. Mi most azt találtuk ki, és ezt majd az Egyesület honlapján, illetve Facebook oldalán, az egyszigarettatesztek oldalán, és meg fogjuk hirdetni, hogy akik telekocsit szerveznek a Debreceni kutatással kapcsolatban, azoknak az Egyesület kifizeti az autóhoz kapcsolódó tankolási költségeit a mindenkori APEC által előírt normatíva szerint, hogy ezzel is támogassuk azt, hogy oda érjenek, kerüljenek emberek az ország bármelyik részéről. Ennyi a, a dolog, hogy kell szervezni a telekocsikat, öh, menni kell a, a vizsgálatra, és még anyagi hátrány sem ér benneteket, egyedül a szabadidőtöket és a tüdőtöket kell beáldozni. Krisztián, Ámen. Azért ettől többet vártam. Milyen szempontból? Olyan, annyira jó körbejártat, Fifika. Bármilyen És szempontból. Én egyfelől, ez nekem most újdonság erejével hatott, nem tudtam, hogy ilyen nagy vonalú tervezel, de tök jó, én ennek nagyon ezt egy hete, Ezt egy hete beszélgetjük a Csárlival, hogy... Ö ö hogy ezzel is uh, próbáljuk meg. Tényleg arról van szó, hogyha ha nem lesz meg a megfelelő számú minta, akkor dobhatjuk a kukába az egészet, és azt nem szeretnénk. Tehát szeretnénk egy, egy olyan nemzetközi szinten is uh, uh, a helyét megálló kutatást uh, támogatni, amit aztán uh, tényleg lobogtathatunk minden felé, hogy íme, tessék, itt van. És volt némi köze hozzá a magyar véper közösségnek, hogy ez létrejöhetett. Sokan voltunk, de nem elegen. Igen, és ezen még lehet javítani. Na ezt, nem, na ezt, ezt a mondatot nem szeretném, hogyha, hogyha el kéne mondanunk, hogy sokan voltunk, de nem elegen. És hát nagy-nagy köszönöm azoknak, akik továbbra is mennek le, és szaporítják a résztvevők számát, mert ezen a héten is volt len ráadásul Csárlival együtt egy ötfős társaság. Kérünk, kérünk, menjetek, adjatok ember anyagot a jó professzornak. Menjetek, menjetek, menjetek. Uh... Mondom, egy picit jobban meg fogjuk, mi a mindenkitől elnézést kérek, akit ez majd irritálni fog, és már megint debrecen, és jönnek a, a különböző elégedetlen megjegyzések. Én meg azt mondom, hogy hál' Istennek, mert történik valami kis hazánkban is az előgondolkodók bajszalá nem kevés bors sprét fújogatva, vagy dörzsölve, de hogy történik valami, és tényleg csak ennyi a dolgunk, hogy a szabadidőnket feláldozzuk, mert mondom még egyszer, az utazást azt meg fogjuk támogatni egyesületi szinten, mert hát ez egy olyan ügy, amire azt gondoljuk, hogy érdemes költeni. A másik dolog, amit így eszembe jutott, hogy ugyan nem volt kírva kérdés a párásító podcast csoportba, de lett egy jó kis vita a, a hogy is mondjam, a trafikos likvidek kapcsán, és és ott meg, meg lettem én is személyesen szólítva, de Isten bizony, Mondom, hogy nincs, nincs már kedvem 55-jére leírogatni gondolatokat és egyéb dolgokat. Senkinek nem tetszik ez a fajta leosztás, ami most működik Magyarországon, az, hogy a trafikba kényszerítették a likvideket, de azt gondoljuk, és ez a véleményünk, hogy még mindig jobb, mint ha gyógyszertárba lenne. Ez így van, a gyógyszerszabályozás az egy, az egyben kinyírta volna Ugye, az egészet. És a likvidek árai három részből tevődnek össze. Egyrészt van a, a gyártó által megszabott ár, amennyiért megkapja az adott magyarországi trafikos kereskedő, amire neki azonnal be kell fizetni a jövedéki adót. Tehát most azért mindenféle trókodást félretéve. Kap egy likvidet, mondok egy, egy nagyon egyszerű példát, mondjuk legyen 400 forint. Nagyjából azért nyilván mindenki tisztában van, én legalábbis abszolút tisztán vagyok azzal, hogy melyik likvid mennyiért kerül be a nagy kereskedelmi áron ebbe az országba, de mondom, legyen x likvid 400 forint. A 400 forintra azonnal rátevődik, már most én se tudom pontosan mennyi, Krisztián, 500 forint? A melyikre gondolsz? A jövedéki adóra. A milliliterenként 60-nál járunk, ha jól emlékszem. Vagy még az 55-nél? Én 70-ről tudtam, és aztán mint az 50-re. 50. Vált, 55. Öt, 550 forint nettó 555 forint rátevődik azonnal a 400 forintra. Így még egy centi haszon sincs a, a sztorin, 950 forint a likvid. A 950 forintos likviden kettő, az kettő darab ár is van. Az egyik a magyarországi nagykereskedő árése, a másik pedig a trafikos árése. Azt mindenki kezdjene osztani, szorozni. Annak idején százszázalékos árések jelentek meg egyébként a likvidek kapcsán a, a kereskedőknél. Tehát, hogyha ugye kimaradt egy lépcső, tehát a maga, nem tudom, mi a webes kereskedő volt a nagykereskedő is, és ilyen, ilyen 80-100 körüli árések jelentek meg, ez most lefeleződik, és nyilvánvalóan éppen becsúszik a 2000 forint alá a, a 400 forintos likvidnek az ára. Ja, és ugye 27 az áfa, azt azért ne felejtsük el. Tehát ha így józan parasztésszel végig gondolja valaki, akkor az ár azért annyi. Tehát az a fajta hozzáállás, hogy a, a szarházi trafikos ennyi adja, hát bakker. Nem tudja kevesebbért. Árképzésben ez igen, tehát ez, ez árképzésben ennyire jön ki. A másik vita az nyilvánvalóan a minőség körül zajlott. Én, én a magam részéről szinte mind, mindegyik, likvid gyártót ismerem. A, a, nagyobbakat Dortmundi kiállításról, de tényleg mindegyikkel beszéltem annak idején, teszteltem is a termékeiket, tehát nagyjából tisztán vagyok a magyarországi likvid piacnak az aspektusaival. És valóban van egy pár olyan gyártó, amelyik uh, uh, tetemes uh, vízmennyiséget használ a, a likvidhez, 10-20, uh, az egyik gyártónak a német uh, likvidjén 30% víz szerepel, ami azért <gül> szerintem <gül> írdatlan uh, mennyiség, és uh, és természetesen ez a minőségre is kihat. Elsősorban onnan lehet tudni, hogy vizezett a likvid, hogy ugyanabban a kazánban egy másik likvidből 4 milli, vagy 3 milli, vagy két milli, amennyi a kazán üvöltető, az sokkal tovább tart, mint a vízezett likvid, és nincs olyan tömény, én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy egy zsíros gőze az adott likvidnek. Az ízesítés, az meg lássuk be, nem mondható ki egyetlen egy likvidre se, hogy szar az íze, mert lehet, hogy valaki másnak meg éppen tetszik. Tehát az borzasztó szubjektív megállapítás. Nem is szoktam ilyenekbe belemenni, hogy, hogy jobb vagy rosszabb az íze. Nekem most ami furcsa egyébként, az a Nekem szegezett kérdés, amikor megyünk valahova termékbemutatóra, hogy és mennyi benne az aroma. Hát, bazd meg. Most ha hát te attól jól érzed magad, hogy azt mondom, hogy 20% érted? Tehát tényleg olyan aromákkal dolgozunk, ami 2-3, maximum 4%-ban használatos, és hogyha ezt így megmondom a, a nagykereskedőnek, hogy hát 4%-a aroma van, akkor le, tehát tök mindegy, hogy milyen a, a, terméked, le fogja szarozni. Mert mindenki hozzá van szokva a kurva 10%-os 10 aromához, ami semmi más, mint egy 2-3%-os tömény aromának a hígítása 10%-ra. <coughs> Úgyhogy ezek ilyen, ilyen abszolút hülye dolgok, hogy ki, ki hány százalék aromát használ. Leszarom, kóstold meg, tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. Tehát ez egy ilyen, ilyen marha nagy hülyeség. A másik dolog, amiről beszélni akartam, hogy télire milyen tanácsokat adjunk a vépelőknek? Most, hogy így vége a télnek mindjárt? Most, hogy így vége a télnek mindjárt, és hogy Mujó egyébként osztogatja a likvidet hol itt, hol Milyen tanácsokat adnál te például a téli fagyott készülékek használatával kapcsolatosan? Hát az én legfontosabb tanácsom az az, kivált kép, ha látás, látások vagytok, és tele van papírzsöpkendővel a kardigánatok zsebe, ne tároljátok benne a 100 ml-es mert szomorú sorsa jut nagyon könnyedén. És aztán posztolhatjátok a, a Facebookon hogy de ezt komolyan mújó, tehát én ezen olyan jót rögtem. Tehát elhagy 100 milli likvidet. És annyira és jól megtalált... sikerül, hogy másnap ezt megismétlem. Igen, tehát hogy, és ha megtalálta valaki az utcán, te azt el fogod szívni. Tehát én már azt így semmilyen szempontból nem, nem tartanám. Mi van, hogyha belekever még valamit? Érted? igen. Hmm. 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 Tehát Vannak azért... A na, Nem történt. is a leves, sajnálom igazából, hanem az, jó, csak az, az a jó kis flaska. Két jó kis flaska. Istenem. Na, szóval ugye télen jobban dermed a a likvid. Valaki egyszer azt mondta, hogy belefagyott a kazányába a likvid, és megkérdeztem tőle, és ezt melyik bolygón tette, mert hogy... <laughs> mert hogy, mert, hogy a, a egyébként, ha jól emlékszem, ilyen mínusz 47 a, az olvadáspontja. pontja. Tehát e végre fagyáló, mint tudhatjuk. aránylag arály, nehéz. Aránylag nehéz. Még szerintem, ha, ha vizezve van, akkor is ilyen mínusz 30 és mínusz 20 fok között lehet a, az olvadás pontja még a készlikvideknek is. Úgyhogy oké, okay, nyilván besűrűsödik, és de van egy marha egyszerű meg, megoldás, hogy nem a kocsi tetején utaztatod, nem hagyott kinn a kocsiban, a tartóban és mindjárt 200 watt ráizzít, az az egyébként lefagyott készülékre, hanem belső zsebben. Ugye ez, ez a... Ott, ahol egyébként egy jó alkoholista alapos üveget tartja, ott kell tartani a készüléket, és akkor nem lesznek ilyen ilyen problémák, illetve télen lehet, hogy 50-50 észszerűbb keverési arány, ha otthon kevertek, mint a 70-30. A 60-40 szerintem egyébként az a középút, az, a, az arany középút, és az a nem lesznek ilyen problémák. Főleg, főleg egyébként a gyári porlasztók azok, amelyek aránylag érzékenyebbek a, a likvidnek a, a viszkozítására ilyenkor. Tehát a kézzel tekert vattás megoldások annyira nem érzékenyek erre a dologra. Egy belső zsebbe tartott készülék abszolút jól fog működni. Bármilyen hideg is van a zsebben kívül. hogy dugod be a fejed a zsebedbe? Hát ez az ez az. Erre pedig aj ajánlom mindenkinek, hogy menjen be a legközelebbi obi és nézzen a dripperére átlátszó PVC csövet. Van mindenféle méretben, és akkor csak fogod a csövet, kiveszed. Igen, és még a kapcsológombot is ki kell vezetni, de ezt majd a következő adásban kitárgyaljuk. <tosz> Ennyi volt már a tudomány technika és az e-cigaretta... És, és a politika varázslatos világából egy élmény volt veletek. Sziasztok! Jobbulást, Fifika! Köszi, sziasztok!